Napjainkban a világ egyik legnagyobb problémája a foszilis tüzelőanyagok által okozott szennyezés. Ugyanakkor már csak időkérdése, mikor fogyunk ki a foszilis energiahordozókból. Az egyik lehetőség, hogy csökkentsük a foszilis tüzelőanyagok felhasználását, különösképpen kőolaj tekintetében, az etanol hasznosításának előtérbe helyezése. Az etanolt elő lehet állítani papír és fa hulladékokból, építési hulladékokból, illetve növényekből is egyaránt. Ezzel is csökkentve a széndioxid kibocsátást és lehetővé téve egyes hulladékok hasznosítását. Ezek a hulladékok magas cellulóz tartalmuk miatt hasznosíthatóak etanol gyártás során. A kísérlet során papír hulladékból állítjuk elő az etanolt. A kísérlethez szükségünk lesz papír hulladékra, desztillált vízre, glikozimre, amelyet folyósítószerként használunk, és cellulázbontó enzimre. A celluláz egy szerves makromolekula, az egyik legfontosabb poliszaharid, amely a természetben fellelhető, ismétlődő glükózláncok alkotják. Ezen kívül szükség lesz még hagyományos élesztőre, amely az élelmiszerboltok polcain is fellelhető, illetve turmixgépre, műanyag pipettára, alkoholszondára és védőfelszerelésként szemüvegre és gumikesztyűre. Első lépésként a papír hulladékot kis darabokra vágjuk, majd desztillált víz hozzáadásával turmixgépen pépesítjük, ez a baloldali videón látható. Ezt követően hozzáadjuk a folyósítószert és a bontóenzimet, majd ezt a keveréket homogenizáljuk rotoros keverőgéppel fél óráig, ez a folyamat a jobb oldali videón látható. A cellulázenzim több lépésben glükóz molekulákra bontja a cellulóz, ami táplálékul szolgál az élesztő gombáknak a következő lépés. Ezután beoltjuk az élesztővel, amely a fermentációs folyamatért felelős. A beoltást követően 30-35 Celsius fokon hűn tartjuk, hiszen a fermentációhoz ez az optimális hőmérséklet. Fontos, hogy a közeg víz legyen, hiszen anélkül nem megy végbe a fermentáció. A beoltást követően egy-két nap múlva már kimutatható a keletkezett etanol. A kísérlet végén az etanol kimutatását alkoholszondával végeztük, aminek az eredménye a képen látható. Köszönjük a figyelmet, jó szerencsét!